Jó pár éve kezdődött. Apa mesélte, hogy 1920 után kirakták a műegyetemről a zárt szám törvény miatt. Arra már emlékszem, amikor 1938-ban a munkáját is elveszítette. Egy év múlva már anya sem taníthatott a Váda gimnáziumban, a testvéreit pedig kirúgták az újságtól. Milyen nyomasztó évek. Nem is írtam sokáig, pedig előtte állandóan naplót írtam. A rádióban folyton a német Führerről beszéltek. Ennyi gyűlölet egy ilyen kis emberben. Aztán kitört a háború. Persze, akkor mi ebből még nem sokat éreztünk, de 1941-ben nagybátyám házasságát érvénytelennek nyilvánították. Már nem is szerethettünk akárkit, mert mi zsidók vagyunk. Nem értettem, hiszen magyarok is vagyunk. Csak voltunk. 1944 márciusában jött a német megszállás. Áprilistól sárga csillagot kellett hordanunk. Májusban több százunkat egy elzárt városrészbe költöztettek, nem sokára a környék összes zsidóját összegyűjtötték. A gyermekorvosunk öngyilkos lett. Előtte azt mondta apáiknak, hogy Lengyelországban már tömegesen írtják a zsidókat. Senki nem hitt neki. Itt Európában ilyesmi nem történhet. Július 5-én vitte ki a pályaudvarra mindenkit. A városlakók becsukták az ablaktáblákat, a szembejövők átmentek a túloldalra. Csendőrök pakoltak föl minket üres marhavagonokba. De hosszú vonat volt, és még hosszabb az út. Se víz, se étel. Az állatokkal jobban bántak. Mire megérkeztünk, már többen meghaltak. Akkor láttam először halottat. Külön választották a férfiakat a nőktől és a gyermekektől. Valakiket egyik oldalra küldtek, másokat a másikra. Anyát, Rafi öcsémet, nagypapáikat elvitték valahova. Hónapok óta semmi hír felőlük. Minket, nagyobb lányokat egy csoportban munkatáborba vittek. Úgy hívták Auschwitz. Kopaszra nyírtak, és egy számot tetováltak ránk innentől. Ez a szám volt a nevünk. Apát pár hét után másik táborba vitték. Azt hittem, belehalok. Akkor még tudtam sírni. Ma már nem tudok. Ráhelt elvitte a tifusz. Annával tartjuk egymásban a lelket. Ő is soproni, és ő is egyedül maradt. Őket a szomszéd jelentette föl. A bácsit, aki bújtatta őket, lelőtték. Hónapok óta nem fürödtem. De ha engednének is a fürdőbe, nem mennék. Aki odament, többet nem jött vissza. Azt mondják, elégetik az embereket. Tényleg egész nap füstölögnek a kémények. Ilyen szagot én még sehol nem éreztem. Azt mondják, anyuékat is rég megölték. Nekem zsákokat kell varnom. Hajnaltól estig. Már minden ujjam sebes. És minden nap eltűnik valaki. Lassan mindenki eltűnik. Csak Anna maradt nekem. Minden nap csomó halottat látni itt-ott a táborban. Minden szürke. Mindenki szürke. Csont és bőr vagyok. Bármikor lelőhetnek, de én csak egy kiadós ebédről álmodozom. Szöges drót, őrtornyok és kutyák őriznek minket, mint valami bűnözőket. Nem tudom, meddig bírom még. Anna nem élte túl. Amikor meghallotta, hogy ikerhugain emberkísérleteket végeztek és belehaltak, ő is feladta. Pár nap múlva, 1945. január 27-én szabadította föl a Vörös Hadsereg Auschwitz-Birkenaut. Most már tudom, hogy több mint 1 millió ember halt meg itt. De volt még sok más tábor. Belzec, Treblinka, Chełmno, Sobibor és a többi láger az emberi történelem fekete lyukaiként emésztették el testvéreinket. A gázkamrákban egyszerre több ezer meztelen embert zártak, akik 10-20 percig is küzdöttek az életükért. Hol testeiket krematóriumokban égették el, a hamut folyóba hányták, vagy trágyába keverték. Hegyekben álltak a ruhák, a szemüvegek, a gyerekjátékok. 1944-re átlagosan havi 12 kilogramm aranyat távolítottak el az áldozatok fogaiból. A szovjet katonák majd 8 tonna emberi hajjal töltött zsákot találtak Auschwitzban. Magyarországon 2 hónap alatt
147 vonattal a teljes vidéki zsidóságot elszállították, akiknek 80%-át érkezésükkor kiirtották. Akiket nem vittek el, főleg a budapestieket, a nyilas rémuralom sodorta végveszélybe. A 800 ezerből a háború végére csak 350 ezeren éltünk túl. Amikor hazaértünk, házainkban, földjeinken már mások éltek, és nem is kaptunk vissza semmit, amit elvettek tőlünk. A történelemben először faji alapon próbáltak meg kiírtani egy teljes népcsoportot. Ma, a holokauszt emléknapján 6 millió zsidó, köztük 1,5 millió gyermek emlékének áldozunk. Megemlékezünk azokról is, akik életüket nem féltve próbálták menteni őket. Emlékezünk a meggyilkolt romákra és minden más áldozatra. Végül pedig arra, hogy a béke és az egymás iránti tisztelet nem magától értetődő. Ma ugyan újra békében élhetünk, már nem vagyunk sorstalanok, de harcolnunk kell az antiszemitizmus és rasszizmus minden formájával szemben, hiszen vétkesek közt cinkos, aki néma.